Bács-Kiskun megye déli részén, Kiskunhalas és Jánoshalma között található a Csatári Farm, ahol egy mostani bővítésükkel évi 1 millió broiler csirkét nevelnek. A négyfős családi gazdaság bemutatására Csatári Józsefet, a vállalkozás tulajdonosát kértük fel. Ez a baromfi tartó telepnek a kapuja, bemegyünk a telepre és itt megmutatom az istállókat. A telepe jelenleg 7500, az év végétől 9000 négyzetméteren 7 baromfiolban nevelnek broiler csirkéket. Az ólak egy részét szarvasmarha istállóból alakították át, ezekbe 14000 növendékcsibét telepítenek egyszerre. Több mint a duplája ennek a kapacitásnak a csatáriék legnagyobb baromfi istállója, ahol két szinten helyezik el a madarakat. Ez egy kétszintes baromfi nevelő épület, amely régen marha istálló volt, abból alakítottuk ki. Az emeletes baromfi istállóban 34000 broiler csirkét nevelnek. Csatári József mégis az új, világviszonylatban is nagyon korszerűnek számító szendvicspaneles szerkezetű baromfiójaira a legbüszkébb. Ez egy 30000 férőhelyes broiler istálló, amely az egyik legmodernebbnek számít most világviszonylatban is. Az ólakban a súlygyarapodáshoz a madarak biológiai szükségleteit maximálisan kielégítő technológiát kell alkalmazni. Az optimális fizikai körülmények megteremtését automatizálták. Számítógép vezéri a hőmérséklet és a páratartalom mennyiségét, de a fény és a szellőzés időtartamát is gép irányítja. Ez egy Viper klímakomputer, amely nagyon eredményesen dolgozik. Be van programozva a különböző csibe időre, hogy mit kíván a broiler, azt szerint irányítja a szellőzést, fűtést, világítást, és nagyon hatékony, nem beszélve a hibajelzésekről is. Ezekben az ólakban a napos csibéket egyenesen a keltetőből szállítják. Itt optimális körülmények között 41-42 napig fejlődnek a csirkék, mire elérik a 2,70-75 dekás vágási súlyukat. Amint látjuk itt a 6 napos broiler csirke, jól érzi magát, egyenletesen szét vannak osztószolva az istállóba, és nem kupacolnak, nincsenek elvonulva az ólszélei, tehát optimális hőmérséklet és levegő minőség van az ólba. Az ólak egyenletes fűtését vezetékes gázzal üzemelő Sierra típusú hősugázokkal oldják meg, melyek tűzbiztonságát automata berendezések felügyelik, csak úgy, mint az etetőanyag mennyiségét és a friss ivóvíz biztosítását. Ez a kis nap, kis fiatal pipe, 6 napos, körülbelül 12-3 dekás, rossz 308-as hibrid, és nagyon szép fejlődésben van. Megkapja a megfelelő takarmányt, vizet, akkor mind a gomba úgy nő. A gyors fejlődés eléréséhez egészséges, kiváló minőségű takarmányt etetnek a madarakkal, ami nem tartalmazhat állati fehérjét, így hallisztet sem. Fuzárium és toxinmentes növény alapanyagból készül a növendéktár. Ez a takarmány, amit látunk itt a nevelőtérben és itt a fogadógaratban, ez a makatápnak a tápja, ezt szentesen gyártják, egy nagyon igényes takarmány, négy fázisú, jelenleg ez egy apró mózsás, amivel indítunk, majd utána a csirkék növekedésével úgy nő a takarmány, a tápnak a mennyisége is, és nagysága, amely nagyon lényeges, hogy minél könnyebben felvegye a csirke, és minél jobban hasznosuljon. A madarak fejlődését elősegítik azzal is, hogy az állomány egyharmadát hamarabb elszállítják, így a többi madár növekedése zsúfoltságmentesen történhet. Az első leadás 35 napos korban történik, a különböző ajtókon szedünk le egyenletesen, és utána 41-42 napos korban visszük el a többit. Tehát gyakorlatilag legtöbb idő 42 nap pedig marad az ólba csirke. A Csatári Farmon szűk másfél hónap alatt felnevelt állományt a Hungerit ZRT-nek adják el Szentesre, és innen kerül feldolgozás után a világpiacra. Ez a csirke, amit itt előállítunk, ez eljut Svájcba is, az igényes piacra, meg a Hungeritnek a bő kapcsolatai révén az amerikai rizcsirkés részt is itt nevelődik. A 35 napos korban leszedett apró csirke az arra az igényes piacra jut. Úgyhogy ez az a csirke, amelyik hozamfokozótól és különböző
káros anyagoktól mentes takarmányt kap, és ezt nyugodtan fogyaszthatja bárki, hiszen a legolcsóbb élelmiszer, és szerintem a legegészségesebb is. A csatári farmon a családi gazdaság keretében folyamatos termelés mellett folytatódik a fejlesztés is. Egy új ól építésével 7500-ról 9000 négyzetméteresre növelik az ólak területét. Ezzel a telep kapacitása el fogja érni a 160-170 ezer darabot rotációnként, ami a szokásos 6 ciklust számítva meghaladja az 1 millió broiler csirke felnevelését évente. Ez egy családi gazdaságként működik, már közel 2000 óta. A személyem, a vezetője, a fiam, a helyettesem, ezen kívül van a menyem és a feleségem, tehát négyen végezzük itt a családi gazdaságban a munkálatokat és a különböző adminisztrációs tevékenységet. Hála Istennek már vannak unokák, akik majd esetleg ezt viszik tovább, és ez egy nagyipari csirkenevelésnek számít, és azt mondom, hogy pillanatnyilag a rentabilitása az megkérdőjelezhető, de bízunk abban, hogy változni fog, és gazdaságosabb lesz a nevelés, hiszen elmondhatom, hogy nagy kockázattal és szerény nyereséggel folyik a termelés jelen pillanatban, de bízunk abban, hogy ez fog változni, hiszen az embereknek enni kell, és ez a legolcsóbb élelmiszerek egyike. És a családi gazdaságot azt remélhetőleg fiam, melyem viszi tovább, és ez fog működni hosszabb időre.